Ez a család biztonsággal átkelt a zebrán a forgalmas Paksi főutcán. A helyes közlekedésért ajándékot is kaptak, kicsik és nagyok egyaránt. De voltak, akik alig pár méterre a zebrától éppen azt várják, hogy átkelhessenek szabálytalanul a haladó gépjárművek között. Őket ezúttal nem büntették meg, hanem figyelmeztették a helytelen gyalogos közlekedésre. Minden lépés biztonságban szlogent szem előtt tartva vonultak ki a paksi rendőrök a főutcára, és árgus szemekkel figyelték a közlekedőket. Gyalogos balesetek visszaszorítása érdekében a gyalogos átkelő helyek környékén jelennek meg a kollégáim, és a szankcionálás mellett, ugye hát a szabálytalan átkelőkre vonatkozóan, akik az áravonalon nem a gyalogos átkelőt használva, az autók között bujkálva, kiszaladva közlekednek. A szankcionálás mellett a pozitív, jutalmazó rész is megjelenik. Bevásárló szatyrokat, illetve gyerekeknek kiszínezhető kis hátizsákokat osztogatnak jutalmul. Ezzel arra a köztudatra szeretnének rácáfolni, hogy a rendőr csak bírságol és büntet. A megelőzés a legfontosabb számukra ezúttal. A rendőr a kerékpáros figyelmét is felhívta a túloldalon lévő kerékpárút használatára. Ő sem büntetést kapott, csupán dorgálást ezúttal. Megelőzési tevékenységünket általában az iskolák környékére, meg a közintézmények környékére, illetve oda helyezzük, ahol vagy volt már baleset, vagy olyan jelentős a gyalogos forgalom, hogy érdemes oda megjelennünk. A városközpont mellett ilyen frekventált terület Pakson a gimnázium előtti utcakasz, valamint az autóbuszpályaudvar és a bevásárlóközpontoknál lévő zebra. Veszélyeztetett utcakasz még a Tolnai út konzervgyári átkelője. A gyalogos átkelőknél kihelyezett térfigyelő kamera is segíti a rendőrök munkáját. Az ügyeleten folyamatosan figyelik a szabálytalankodókat, egy telefonhívása járőröknek és már is utánuk erednek. Terveik szerint minden héten legalább egy nap kivonulnak a rendőrei a forgalmas Paksi utcákra a gyalogos átkelőhelyek közelében.